Szentgyörgyhegyen, a hóborpincészetnél. 7 hektáron gazdálkodunk, körülbelül évi 25 ezer liter bort forgalmazunk, száraz és édes borokat is, illetve egy rozé és egy vörös borfajtánk is van. Édesapám 27 éve borász, körülbelül 5 éves korom óta szőlővel és borral foglalkozunk, úgyhogy mondhatni ebben nőttem bele. Akkor tartott a borkóstolót, és volt egy család, ahol a férje azt mondta apunak, hogy odafordult hozzá, és mondta, hogy Hóbor úr, amíg nem kóstoltam az önök borát, nem is tudtam, hogy szeretem a bort. És nekem ez volt az a pillanat, ami egyszerűen olyan eufóriát okozott, amikor úgy eldöntöttem, hogy nekem ez lesz a jövő, és ezzel fogok foglalkozni. Középiskolai évemben is a diák munkáimnak a nagy részét a szőlőbe töltöttem el, illetve a pincébe. Folyamatosan apu mellett dolgoztam, úgyhogy próbáltam ellesni mindent. Akkor még igazából a munka nehezét láttam benne, de ahogy idősödtem, egyre jobban átértékelődött bennem ez az egész szakma, és már úgy érzem, hogy ez lesz az a szakma, illetve foglalkozás, ami az én életemet fogja kitenni. És hát az az inspiráció mikor jött, ami elindított, hogy a Matthiasra ennek a szakmának a rejtelmeit mélyebben is megismerjem. Mindenképpen mélyebb és szélesebb tudást szerettem volna szerezni, így, hogy nagyobb rálátásom legyen a különböző technológiákra, egyes folyamatokra, és egy borkedvelő, déliparton lévő borkedvelő ismerősöm ajánlotta nekem az iskolát, aki hallotta az iskola jó színvonaláról, jó képzési színvonaláról, illetve gyakorlati beállítottságáról, ami úgy gondolom, hogy ebben a szakmában elengedhetetlen. 2017 őszén kezdtem az iskolát, és 2019 nyarán vizsgáztam le. Hát úgy érzem, hogy rengeteget fejlődtem ez alatt a 2 év alatt, nem csak a tananyag miatt, hanem például az osztályfőnököm Ország Bernát tanár úrnak a borról alkotott filozófia is rendkívül nagy hatással volt rám. Jónak találtam azt is, hogy minden tanulónak egy bormustrán kell bemutatni a saját elkészített borát, szőlőmetszéstől a bor felszolgálásáig, illetve az, hogy a külön a gyakorlati terembe, illetve a laborterembe is a különböző szűréseket, derítéseket, méréseket el tudtuk magunk végezni, ami úgy gondolom, hogy elengedhetetlen a jelenlegi borászat szakmában. Mert hogy a borászat szőlészet ugye nem csak egy szakma, hanem egy szellemiség is. Így van, egy hivatás. Hát és ezt a szellemiséget, akkor az iskolában ennek az alapjait el lehetett vesni, vagy azt meg lehetett kapni. Így van, pontosan. Hát és a saját szellemiség hol fog ebben megjelenni és mikor? Én is ezt vallom, ezt a hitvallást, hogy az a jobb bor, amiből innék még egyet, és az a része, hogy én azt úgy érem el, hogy alacsony hőfokon erjesztek, vagy acéltartályban erjesztek, vagy hordóban erjesztek, az már szerintem egy részletkérdés, egy másod kérdés. Az a lényeg, hogy a fogyasztó mit mond, ezen a fogyasztótér vagyunk. Hétköznapi iskolai oktatás. Hogy éreztem magát ezeken az órákon, akár a gyakorlati, akár? Ezt is rendkívül pozitívan éltem meg, hiszen interaktívan zajlottak az óráink, tehát minden tanárunk próbált aktívan kérdésekkel minket inspirálni. Továbbá az is rendkívül pozitív volt, hogy akár tanítási időn is lehetett bármilyen kérdésre hozzájuk fordulni, bármilyen kérdésre szakszerűen és pontosan jól tudtak válaszolni. A legkimagaslóbb? A legkimagasabb. Én azt mondom, hogy az ászlós borunk az olasz Riesling, illetve a jelenleg most felfutó tendenciával levő országosan mondhatom a Virsai Olivérünk, illetőleg van szép szürke barátunk, egy félszáraz tétel, van egy kései születelési szürke barátunk, amit aranyszület néven forgalomba. Erről azt kell tudni, hogy 50%-a a szőlőtermésnek beaszusodott, szóval egy ilyen nagyon íz kavalkádot tud hozni az emberbe, tehát egy ilyen nagyon különleges, hosszú lecsengés borról beszélünk. Hogyan látja a borászatnak a jövőt? Jelenleg is folyamatban van a teraszunk bővítése, férőhelyeink akár megduplázása is ezáltal, tehát nagyjából készítünk ezzel a teraszon, nagyjából 50 főt tudunk befogadni különböző borkóstolók, borkorcsaják, illetve egyéb rendezvények céljából. Jelenleg is folyamatban van a teraszunk bővítése,
amivel olyan, hogy meg tudjuk duplázni a férőhelyek kapacitását, nagyjából a 50 fő befogadását fogjuk ezáltal megvalósítani, már sokkal nagyobb borkóstolók, borkorcsolyák, illetve egyéb rendezvények megvalósítására lesz lehetőség. Az iskolát fiataloknak és időseknek is egyaránt ajánlanám, nem csak olyan embereknek, akik borkedvelők, hanem olyanoknak is, akik már aktívan szőlész és borászok, és nyitottak az új ismeretek elsajátítására, hiszen úgy gondolom, hogy mindennel, mindenfajta technológiával, fajtával és szőlőművelési formával képbe kell lenni ahhoz, hogy a lehető legjobb minőséget tudjuk a fogyasztó asztalára. Én úgy gondolom, hogy a mai borásztársadalomnak, borászoknak rendkívül nagy szerepe van abban, hogy a magyar fogyasztókat lehetőség szerint a minőség felé tolják el és fókuszálják, mivel még mindig van ebbe tennivaló, hogy a különleges és értékes és nem mindennapi helyeken megkapható borokat kedveljék, és egy kicsit felnyissuk önnekik is a szemüket arra, hogy tényleg elmondani azt, hogy milyen fajtáink vannak, a magyar fajtákat kiemelvén természetesen, és így lépcsőről lépcsőre haladva egy rendkívül jó borfogyasztói társadalmat részre. Mikor és hogyan került kapcsolatban a szőlészettel és a borászattal egyáltalán? Már gyerekkorom óta kapcsolatban vagyok a szőlővel. Családi szinten? Családnak a saját szőlőterülete, és kiskoromban rengeteg időt töltöttünk a szőlősorok között szüleimmel, akik dolgoztak. Aztán utána, amikor már nagyobbak lettünk, is ugye beszálltunk és segítettünk, amiben tudtunk, még a mai napig. Hát és mi az, ami inspirálta arra, hogy ennek az iskoláját is elvégezze Balatonbogláron a napján? Hát első körben ugye elvégeztem egy laboratóriumi technikus szakmát, ezzel kerültem itt Badacsonyban egy szőlészettel, borászattal foglalkozó céghez, ahol közelebb kerültem ugye a szőlőhöz is, meg a borhoz is. Majd azután rátaláltam a képzésre, és mert úgy gondoltam, hogy ha van lenne lehetőségem, akkor szívesen kitanulnám ezt a szakmát, kiegészítve a saját már meglévő szakmámat. Hogy lehet egy ilyen képzésre rátalálni? Hát ez szerintem a véletlen műve volt, újsághirdetésben találtam rá egyébként a teljesen érzésre. Prózai. Teljesen véletlen volt, aztán úgy gondoltam, hogy akkor vágjunk be. És az iskolát mikor végeztem? 2016-ban jelentkeztem, és ugye két év alatt el is végeztem. Hát és hogy érezte magát az iskolába? Szellemiségével, tehát az iskolának a szellemiségével és a képzés színvonalával. Hát én nagyon szerettem oda járni abba az iskolába. Jó volt a társaság, remek osztályba kerültem. 2018-ban végeztem itt az iskolában. Nagyon szerettem oda járni. Nagyon jó osztályba kerültem, jó volt a társaság. Szerettem az órákra járni folyamatosan, majd egyetlen alkalmat sem hagytam ki. Gyakorlati képzésekre még nagyobb kedvel mentem, azért az hát is gondolom, gyakorlatiasabb. Szakmailag szerintem nagyon jó tanárokkal tudtunk együtt dolgozni. Minden tudásukat átadták, amit tudtak, nem csak a tananyagot, hanem saját tapasztalatukból is rengeteget átadtak. Hogyan ítéli meg az iskolának a képzésének a színvonalát? Szerintem nagyon jó volt a képzés színvonala, amit lehetett, azt szerintem mindent elsajátítottunk a képzés alatt. Hát és az ott szerzett tapasztalatokat hogy tudja hasznosítani? Most a Varga pincészetben vagyunk, hát és gondolom, hogy az ott tanultak itt hasznosulnak. Igen, a képzés alatt egyébként itt voltam a cégnél, a Varga pincészetnél gyakorlaton, szakmai gyakorlatot itt töltöttem, majd hát most már két éve itt dolgozom, laboratóriumban. Elég jól sikerül hasznosítanom az ott tanultakat, saját szakmában együtt. Hiszen laborban dolgozom, és szerintem nagyon jól ismerem a borkészítés folyamatát, így sokban segíti a mindennapi munkámat. Hogyan látja a borászatnak a jövőjét, és hát az iskolának ezt a szakirányú képzését ajánlaná-e, és ha igen, akkor kinek?
véleményem szerint manapság nem könnyű a szőlészek, borászok élete, hiszen változékony kiszámíthatatlan időjárás miatt nem könnyű minőségű szőlőt termelni, és ebből jó minőségű bort előállítani, amit aztán a piacon tud értékesíteni, úgyhogy gazdaságos legyen számára. Kinek ajánlanál? Hát az iskolának a képzésének az elvégzését. Az iskolának az elvégzését igazából bárkinek ajánlanám, aki szereti a természet közelségét. Szerek bármilyen szinten kíváncsi a szőlőtermesztés és bor előállítás folyamatára. Szerintem... Korhatárhoz van ez kötve? Szerintem abszolút nincs korhatárhoz kötve. Hát az iskolában, amikor oda járt, akkor milyen korosztály volt? Vegyes volt a korosztály. Egészen fiatal korosztály. Hát én voltam a legfiatalabb az osztályomban, nálam csak idősebbek voltak. Én szerintem jó, hogy nekem ez a mind a két képzettségem megvan, hiszen egyik támogatja a másikat. Véleményem szerint manapság már elengedhetetlen a jó laborháttér egy borászatban, hiszen folyamatosan nyomon követjük a egészen szőlőtől, tehát most korától erjedésen keresztül még kész bor nem lesz. Jelenleg öten dolgozunk a cégnél,
és akár ugye én orvostoltatással is foglalkozom, és hogyha jön egy csoport, sokkal jobban tudok beszélni a borkészítésről, illetve a szőlőtermesztésről, mint azelőtt. És ezt mind tényleg az iskolának köszönhetem. Így a generációjában hogyan látja a borászatnak, a szövészetnek a jelenét és a jövőjét? A jelenét nagyon jónak látom, hisz úgy vettem észre, így a vendég körökbe is, hogy egyre több fiatal érdeklődik a borok iránt, a jó borok iránt, tehát a borkultúra szerintem nagyon egy jó irányba halad, és ez a jövőre nézve is reméljük, hogy így marad. Tudná-e ajánlani, és hogyha igen, akkor kinek ezt az iskolát, ezt az oktatást? Húha, mindenkinek, aki egy picit kikapcsolódásra vágyik, vagy egy pici szeretete van a természethez, illetve a maga a szőlőhöz, illetve a borokhoz, hisz tényleg olyan tudást szereztünk a két év alatt, hogy én kimerem jelenteni, hogy bárhol megálljuk a helyünket, hogyha egy olyan társaságba is kerülünk, ahol borok, illetve a szőlőnek van szó. Én itt az Ikon borászatnál dolgozom 5 éve, és én itt teljes mértékben tudom hasznosítani azt a szerzett tudást, amit kaptam a két év alatt, és azoknak tényleg ajánlom, akik ilyen munkahelyen dolgoznak, bármelyik borászatnál, és még nincs meg az a képzésük, akkor feltétlenül menjenek el egy ilyen képzésre, mint ahol mi voltunk. Mikor és hogyan kerültél kapcsolatban a szőlészettel és a borászattal? Hát én nagyjából 6 éve kerültem ezzel az egészszel kapcsolatban. A feleségem családja révén borászkodnak, és többen is vannak már borászok a családban. Többek között párom is borász, és hát igazából náluk kezdtem el először dolgozni. És most én itt az Ikonnál nagyjából egy fél éve dolgozom, és ez az egész hangulat, az egész borkultúra nekem annyira megtetszett, hogy szerettem volna kicsit úgy többet látni belőle, és többet tudni róla. És hát igazából ahogy az évek teltek múltak, jöttek a lehetőségek sorban, mert igazából azt kell mondanom, hogy így a borászat társadalmat viszonylag zártnak tartják. De azért, ha belekerül az ember is belelát, egy nagyon nyitott emberek vannak benne, és nagyon sok lehetőség van. Mi is párommal például elkezdtünk 4 éves szőlőt megkészíteni, és így jött nekem ez az egész, hogy szeretnék a borászatról és a szőlőről többet tudni. Hogyan szereztél tudomást, hogy Balatonbográdon, a Matthias iskolában ilyen szakon ezt a szakmát lehet tanulni? Ismerősöm, ő már oda járt, egy évvel korábban végzettünk én, és akkor ő mondta, hogy hova jár, mit tanul, és még nagyon szimpatikus volt, hogy szerettem volna ezt, hát szerettem volna ebbe én is részt venni, szerettem volna én is így tanulni. Mikor végezted ezt a képzést, és az iskolai idő alatt hogy érezted ott magad? A képzés most 2020 tavaszán fejeztük be. Az oktatók nagyon jó, a hangulat, a társaság nagyon jó volt, és nagyon jól éreztem magam. Úgyhogy összességben csak ott tudok mondani az iskoláról is, és a tanárokról is. Milyen élményeket hoztál el, szakmai élményeket hoztál onnan? Hát igazából a tudás szempontjából, mint szövészeti, mint borászati, de talán ami a leghasznosabb volt, az a laboratóriumon eltöltött idő. A színvonal szempontjából szerintem az országon az egyik legjobb. A tanárok tényleg nagyon-nagyon lelkesek, és próbálják a helyzetet kihozni tényleg maximumot. És nem csak én, hanem az osztály többi része is nagyon-nagyon meg voltunk a színvonallal elégedve, és csak ajánlítjuk bárkinek az iskolát. Hogyan tudod most hasznosítani az ott tanultakat itt az Ikon borászatnál? Hát igazából az ott tanultakat a szőlőzeti tudás nem, de a borászat szerencsére itt egész jól tudom hasznosítani, és azért van is el szükség, mert a borászat nagyon sok borral foglalkozik, de talán ami a leghasznosabb, az a laboratóriumon
fiatal borászként hogyan látod a szőlészetnek, a borászatnak a jelenét és a jövőjét? Hát azt kell mondani, hogy sajnos most egy kisebb válságon megy át az ágazat, de szerintem hosszú távon ez biztos, hogy javulni fog, és szerintem az egész ágazat előtt, pláne a téliparton nagyon nagy jövő áll előtte, és szükség van a fiatal szakemberekre. Szóval láttuk azt, hogy más osztályokban, az bennük lévő osztályokban is már viszonylag kevesen jelentkeztek, de ez szerintem nagy hiba, mert itt a borvidéken rengeteg állás lehetőségből tudok, amit nem tudnak betölteni szakember hiány miatt. És aki itt végez, annak több mint valószínű, hogy itt lenne is munkája. Tehát tudnád ajánlani ezt az iskolát és ezt a képzést, hát és hogyha tudnád ajánlani, kinek ajánlanád igazán? Hát igazából magát a képzést mindenképpen tudnám ajánlani, mert ahogy az előbb is mondtam, munkalehetőség van. Jó fizető munkalehetőség fiatalok számára, akik szeretnének tényleg egy karriert felépíteni, és a szakmát mélységében megismerni. És hogyan kerültél a szőlészettel, a borászattal kapcsolatban? Hát én beleszülettem gyerekkorom óta, tehát nekem ez ilyen egész életemet végigkísérte eddig, meg remélem ezután is fogja. Nekem gyerekkorom óta apukámak szőlői voltak, aztán borászkodni kezdett, 82-ben megépítette a pincét, onnantól borászkodik is. Úgyhogy így, nekem ez jött. Hát és mi inspirált arra, hogy egy iskolát elvégezzél? Hát itt Balatonbogláron a Matthiászt. Hát az, hogy én becsatlakoztam apuék mellé abba a családi gazdaságba, és nekem nem volt róla semmilyen végzettség, viszont gyerekkorom óta csináltam. Tehát effektíve, tevékenyen részt vettem, de nem volt róla iskolai végzettségem, és ezt szerettem volna, hogy legyen. Hát és hol szereztél arról tudomást, hogy egyáltalán ilyen itt van, és egy ilyen képzésbe be lehet csatlakozni? Nagyon jó ismerősem tanít, meg igazgat az iskolába, úgyhogy értesítette erről. Hogy érezted hát az iskolai oktatás alatt magadat, és mi az a szakmaiság, amit onnan el tudtál hozni? Én nagyon jól éreztem magam, egy elég jó kis közösség jött össze, bár szűk, de jó közösség jött össze szerintem az osztályba. A tanárok nagyon rugalmasak, készségesek voltak, igyekeztek a tudásukat maximálisan átadni, türelmesek voltak, mert azért ez nem egyszerű, ez a felnőtt oktatás szerintem, meg ez eheti egy alkalom. Úgyhogy nekem csak jó véleményem van a képzésre. És hát itt a saját birtokon hogyan tudod hasznosítani az ott tanult dolgokat? Hát nyilván találkozott az ember azért az iskolában olyannal, amivel gyakorlatban még nem, vagy amit nem csinálunk. Sok érdekes és új dolog jött azért elő a tankönyvekből, meg az anyagokból. Fiatal borászként hogy látod a szőlészetnek, a borászatnak a jelenét, hát és hogy a jövőjét? Hát a jelen most nagyon érdekes ez a vírus, azért a borászatot is megfogta, mint mindent, de amúgy, ha ezt kivesszük a képletből, akkor szerintem a borászat fejlődés, ennek indult egy jó pár évvel ezelőtt, borászatok is, meg a borkultúra is, tehát egyre többen szeretik a bort, jól kóstolják a bort, értenek is hozzá olyan szinten, hogy ki tudják választani, hogy nekik mi a megfelelő. Tehát én úgy érzem, hogy elindult egy jó borfogyasztói társadalom. Elindult egy olyan irányba a társadalom, hogy igen, igény van a jó borra. Hát és a jövőjétől mit vársz a borászatnak? A jövőjétől a további fejlődés, nyilván optimistán. Szeressék az emberek a bort, a jó bort, és akkor nagy probléma nem lesz. Szerintem a borászatok, szőlészetek
szőlőket újítják itt a környékünkön, rengeteg új telepítés van, pincészetek becsületesen, szépen dolgoznak, és úgy látom, ez országosan is így van, hogy próbálnak jó minőséget biztosítani a borszerető emberek számára. Tudnád-e ezt az iskolai képzést ajánlani, és hogyha igen, akkor kinek ajánlanád igazán? Hát, aki érez erre affinitást, annak mindenféleképpen, mert nagyon sok jó dolgot tudhat meg érdekes dolgot tudhat meg. Aki csak érdekel, akinek van egy kis kíváncsiság e felé, és van ideje elvérzni, annak is nagyon ajánlom, mert szerintem nem fog csalódni. Korban ez mennyire korlátozott, hogy elvégezze valaki? Tehát csak fiatalon érdemes, vagy az idősebbek is gondolkodhatnak abba, hogy ezt megtanulják? Szerintem, ha valakit érdekel, akkor a kor nem számít, akkor úgyis megtesz mindent, hogy elsajátítsa. Hát mi egy kis pincészet vagyunk, 8 hektáron gazdálkodunk, ebből egy 6 hektár már új telepítés szőlő. De mi ezt meg is akarjuk tartani ezen a szinten, nem nagyon akarunk növekedni, ezt elbírja a család. Igazából ezzel szeretnénk tovább működni, a minőséget megtartani, és működni